Tök lámpások Jászapáti főterén. Sokan voltak a temetőben. Csapadékvízelvezetés, koszorúzás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 1-én 18 óra 5 perckor. Több mint 100 töklámpás lett kiállítva a jászsági település főterén. Jászapáti város önkormányzata idén is megrendezte a töklámpás készítő versenyt. Jászapátin 16 éve hagyomány, hogy töklámpás, lámpás és madárijesztő kiállítást szervezünk, amelyet versenyszinten űznek a gyerekek, családok, felnőttek. Behozhatják a készült műalkotásokat, amelyet egy zsűri zsűriz, és ezek a városközpontot díszítik napokig. Este meggyújtjuk a benne lévő mécseseket. Nagyon szeretik, bejönnek családostól, gyerekekkel. A 114 alkotás közül vannak kedvencek a gyerekeknek, amelyekhez minden nap is bejárnak akár. Több mint 100 pályamű érkezett a felhívásra, amelyek a város központban tekinthetőek meg. A településen megtartották az eredményhirdetést, ahol 20 díjat osztottak ki a szervezők. Minden évben egy hétfőből álló zsűri próbál igazságosan eredményeket hozni a kiállított tökök kapcsán, és az idén nagyon odafigyeltünk arra, hogy természetes anyagokkal legyenek kiegészítve a töklámpások. Emellett nagyon fontos volt, hogy mennyire kreatívak, ötletesek ezek az elkészült alkotások. Éjszaka, illetve este is megnéztük a kivilágított lámpásokat, hiszen egészen más képet mutatnak ilyenkor. Csütörtökön történt meg az eredményhirdetés, 20 díjazott volt. Első, második, harmadik helyzetet nem igazán tudtunk választani, hiszen valamennyi alkotás nagyon ötletes volt, így 20 díjazott kapta meg a kis nyereményét. Egyébként közel 120 alkotás közül. Nem volt egyszerű, hiszen a gyerekek nagyon kreatívak, a felnőttek nagyon segítőkészek, hiszen ezeket a tököket nem egyszerű kifaragni, tehát fizikai erő is kell hozzá, és nem is balesetveszélyes az elkészítésük, de amint láthatjuk, szebbnél szebb és ötletesnél ötletesebb alkotások készültek. A Jászváros őszi hangulatát teszi szebbé a népes tökfalu, melyet a helyi önkéntes tűzoltók felügyeletével a városlakók kivilágítva is megtekinthetnek a következő napokban a főtéren. A szokásosnál többen voltak a karcagi temetőkben, az emberek láthatóan igyekeznek elkerülni még most is a tömeget a járvány miatt. Ezért sokan már a hét közepén kimentek a sírokhoz, így a tömeg több napra oszlott el. A virágárusoknál változó volt a forgalom, idén a legtöbben rózsát és krizantémot vagy koszorúkat vettek. Mándi Jolán elmondta a stábunknak, alig maradt koszorúja. Választék végig lesz, de ugye, tehát hiába mondjuk az idős néniknek, úgyis megveszik időben. Többen szombat délelőtt mentek ki a temetőbe, mert el akarták kerülni a tömeget. Rengetegen szombat meg vasárnap, mert én mindig kijövök. 12-ben meghalt a férjem, én azóta minden szombat, vasár, egy nap mindig kijövök. De most is van olyan, hogy elévesz, hogy jönnöm kell. Nagyon rossz, egyedül a magányba. Információink szerint folyamatosan szállítják el a temető gondnokai a szemetet a konténerekből. Szepesi Tibor polgármester vezetésével terepbejárásra került sor Karcagon a Sista környékén. A jelenlévő önkormányzati képviselők és szakemberek egyeztettek a hamarosan induló csapadékvízelvezetési projekt jelenlegi fázisáról. Üdvözlöm, dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő. Több fejlesztés, beruházás van folyamatban városunkban, melynek a helyszínén állunk jelen pillanatban. Tisztelettel köszöntöm a kedves televíziónézőket. Valóban, most jelen pillanatban ugye Karcag keleti peremén vagyunk. Tulajdonképpen egy terepbejáráson vagyunk túl, ahol polgármester úr az érintett két egyéni választókerületi körzet képviselője, illetve műszaki vízügyi szakemberekkel jártuk be a környéket. Tudva levő, ugye talán most már
Büszkén jelenthetjük ki, hogy a város jelentős forrásokhoz jutott csapadékvízrendezési, csapadékvízelvezetési projekt megvalósításához. Ellenállás szerint ugye a Sistak mellett vagyunk, és a mellettünk lévő nagy beruházás és a lakott utcák közötti terepszakaszon vizsgáltuk azt, hogy a jövőben hevesebb záporok, hevesebb esők esetén hogyan tudjuk kialakítani a biztonságos csapadéki vízelvezetést azáltal, hogy ugye ne okozzon ez a városban problémát, ne ússzon a belváros. Ennek műszaki megoldásait néztük meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy öröm az a város számára, hogy egy 800 millió forintos tulajdonképpen területi operatív programok maradványából származó forráshoz jutott hozzá a város. Jelen pillanatban ugye a műszaki pályáztatása zajlik ennek a beruházásnak. Reményeink szerint már jövő év második felére, de legkésőbb 2023-ra ebből kézzelfogható eredmények lesznek, amelyek segítik a város csapadékvíz elvezetési problémáit, főleg itt a katolikus város részen, amiről azért köztudomású, hogy mélyebben fekszik a város többi pontjánál. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az emberek, a lakosság életminőségét ez a projekt, ez a beruházás nagyban elő fogja segíteni. Üdvözlöm Molnár Pál önkormányzati képviselőt, itt vagyunk Karcagnak a keleti peremén. Hamarosan beköszönt a rossz idő. Szokott esetleg olyan előfordulni, hogy belvíz probléma adódik ezen a területen, és ez hogy hat a lakóközösségre? Természetesen, hogyha nagy mennyiségű csapadék zúdul a városra, akkor belvíz problémák léphetnek föl. Tudjuk, hogy Karcag az ország egyik legmélyebben fekvésű városa, és abban az esetben, hogyha nagy mennyiségű csapadék hirtelen zúdul le, a csapadék vízelvezető rendszer nem tudja lekövetni egy-két órás csúszásra csak, és ilyenkor belvíz problémák jelentkezhetnek. Ennek a megelőzésére, vagy az orvoslására hogyan tud a település segíteni, milyen fejlesztés valósul meg? A fejlesztéseken kívül van egy állagmegóvás vagy karbantartás. Ezeket a belvízbe fogadó csatornákat folyamatosan karbantartjuk, kaszálással, kotrással, valamint itt mögöttem látható egy nagy beruházás, az egyik helyi vállalkozó hajtott végre, és itt gyakorlatilag teljesen át kellett alakítani ennek a városrésznek a vízelvezetését. Új árkot kellett kialakítani egy új szükségtározóval, és a későbbiekben majd egy nagy belvízes pályázat keretében, amely folyamatban van, a bevezetés pályázatnak az elkészítése folyamatban van, annak a keretében tudjuk véglegesen megoldani majd. De addig is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy megvan a puffertározó, tudjuk a vizet hova vezetni, tudjuk hol tárolni, valamint megvan az a vezérárok is, amely el fogja ide a vizet vezetni. A halottak napja alkalmával helyeztek el koszorút városunk vezetői. Halottak napja alkalmából Karcagváros vezetői, Szepesi Tibor polgármester úr, Gyurcsek János alpolgármester úr, Rózsa Sándor jegyző úr és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő koszorút helyeztek el az első és második világháborúban elhunyt karcagi áldozatok emlékművénél, valamint Dobos László és dr. Szentesi Tóth Kálmán egykori városvezetők nyughelyénél. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették, így nem csak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta. Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerték. Az evangélikusok a Mindenszentek ünnepét is és a halottak napját is megtartják ebben az időpontban, mint a római katolikusok, bár nem tartozik a fő ünnepek közé. A reformátusok csak szokásjog alapján a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. Az ortodox kereszténység ünnepi naptárában több halottak napja is szerepel. A bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton ünneplik. A halottak napját az anglikán egyházban nem tartják meg, bár a vallás bizonyos irányzatai, amelyek nyitottak a katolicizmus irányába, újra visszaemelték a megemlékezéseket. Köszöntöm nézőnket, dr. Kanászai Lászlóval beszélgettünk itt a Nagyvénkertben, hiszen ez az ön körzete. Az előzőekben Molnár Pállal, a városgondosság vezetőjével, a Szepesi Tibor polgármester úrral megnézték a területet. Milyen problémákat vetett föl? Hát már időszerű volt bejárnunk a körzetet polgármester úr megválasztása után, és itt voltunk, és átnéztük a problémákat. Mindenképpen a nagyvénkerti lakótelep, hát így, hogy úgy mondjam, a külterületi része olyan lelakottnak mondható.
Nagyon szép a kosárlabda pálya, az edzőpálya, amik ugye megépültek is, a város díszére váltak végül is, és nagyon szeretik ezt használó fiatalok. De egyéb szórakozási lehetőség, játék lehetőség, és hát infrastruktúrális problémák azért fölmerülnek itt a fogadóórákon is, és egyébként is, ahogy megkeresnek az itt lakók, akár a kórházi dolgozók, akár erre jártam be az itt lakó emberek. Sok csapadék elvezetési probléma van, akár az utakon, akár a épület együttes környezetében, az elvezető árkokat ki kell takarítani, néhány helyen javítani kell ezeket az elemeket. Szeretnénk ezt a nagy parkos részt egy kicsit élhetőbbé, lakhatóbbá tenni. Erről beszélgettünk, és próbálunk valamilyen forrásokat találni, talán arra, hogy a jövőben jobban kihasználható, élhetőbb legyen ez a terület. Nagyon még egyre több személygépkocsi miatt a parkolásnak a gondja. A lakók szeretnének több garást látni, illetve ha az önkormányzat ebbe tudna segíteni, hogy ezek megvalósulhassanak. Ezekről beszélgettünk, és ezeket a problémaköröket jártuk be. A lakótelep kertvárosi részében, ott pedig globálisan a csapadék elvezetés az évek óta, vagy talán a létrehozása óta fennálló probléma, hiszen itt nem volt ez betervezve a telkek infrastruktúrális fejlesztése során. Hát ezt most utólag valahogy meg kellene oldani, több utcán nagyon rosszak a vízelvezetési, csapadék elvezetési gondok. Hallottok itt az előbb, hogy különböző pályázatokat fognak majd ehhez keresni. Itt szóba került, itt pont mögöttünk volt valaha egy kis játszótér, tehát az is szóba került, hogy ide is esetleg játszótér, tehát azt gondolom, hogy van sok olyan kérdés, amit most sikerült megbeszélni, hogy mire lehet pályázni. Igen, hát ugye volt itt játszótér valaha, amikor a bérházak épültek, ezek lelakottá, elavulttá váltak, tönkrementek, újra sok fiatal költözik a lakótelepre, újra kisgyerekekkel telik meg, hál' Istennek ez a terület, és ugye nem nagyon van lehetőség, hogy megfelelő játszóparkjuk legyen ezeknek a kisgyermekeknek. Egy kisebb játszótér van a kosárlabda pálya mellett, ami nagyon korszerű, modern, néhány játékelemet tartalmaz, de túl közel van a kosárlabda pályához, és ha a nagyok játszanak, ugye labdáznak, lendületben vannak, akkor bizony veszélyeztethetik akár a kisgyerekek testépségét. Nem nagyon szeretik a szülők ezt ilyenkor használni. És hát a terület belső részében pedig nincsen erre lehetőség, próbálunk erre valami megoldást találni. Itt a csapadékvíz mellett azért nézték azokat a fákat is, amelyek esetleg akadályoztatják itt az utat, vagy éppen a házaknak érnek. Igen, hát nagyon szépek itt a növények, de részben ugye túlnőttek is a kívánatosnál. Időnként buja növényzet van a fák mellé nőve. Természetesen ezt a lakóknak is a kívánságát figyelembe véve próbáljuk rendezni. Ugye van, akinek az a jó, ha az erkély előtt lombosodik a fa, van, akinek nem jó, tehát nagyon nehéz itt igazságot tenni, inkább a szakszerűség kell, hogy itt eldöntse, hogy milyen növényzetet hagyjunk meg, illetve telepítsünk újra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagyhunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!